Hosszasan körözött a Bátai Művelődési Ház fölött ez a gólya, aki ezáltal épp úgy résztvevője volt az idei falunapnak, mint a helyi lakosok. Az udvaron színes kirakodóvásárral és különböző foglalkozásokkal, a színpadon pedig helyi produkciókkal és ünnepélyes díjátadókkal várták a kikapcsolódni vágyókat. A falunapon átadták ugyanis a Báta Község díszpolgára kitüntető címet. A településért végzett kiemelkedő munkájáért ezt idén Balog Imréné Jánosi Erzsébet vehette át, aki közel 30 éve viseli gondját a Bátai Tájház és Halászház közműgyűjteményének. Átvettem a gyűjteményt a gondozójától, ő akkor már idős volt, és tulajdonképpen egy kicsit tovább fejlesztettük, mert a lakosság részéről rengeteg felajánlás érkezett folyamatosan, és ezeknek a tárgyaknak helyet kellett biztosítani, és így született tulajdonképpen az elhatározás, hogy a régi tájházat ugyan megtartottuk halászati kiállításnak, de egy másik tájházat is létrehoztunk, ahol a paraszti eszközöket tudjuk kiállítani, egy néprajzi gyűjtemény sikerült létrehozni. Úgy gondolom, hogy a bátaiak számára egy érzelmi kötődést jelenthet. Nagyon sok tárgyat ajándékoztak önzetlenül, ellenérték nélkül, és azzal az elhatározással, hogy itt biztosan megőrizzük, meg lesz őrizve az utókor számára, akkor is, ha ők már nem lesznek. És ez tükrözi a településünknek a múltját, a itt élők életmódját, az itt összegyűjtött tárgyak. És egyre gyarapodik, és mindig vannak újabb és újabb felajánlások, aminek nagyon örülünk. Egészen különleges címek átadására is sor került. Az idei falunapon kalácssütőmestereket is avattak. 2020-ban Bátán rendezik a sárközi lakodalmat, tehát ránk esik, és ebből az alkalomból már előre lakodalmas kalácssütő versenyt rendeztünk, ami nagyon fontos, mert hiszen a bátai lakodalmas kalács az egy fontos kelléke volt régen a lakodalmaknak, hiszen a fokhagymás marhahúshoz azt adták a vacsoránál, és fontos kalácsnak hívják azért, mert igen fontos volt a húshoz. És hatan indultak az asszonyok közül, gyönyörű kalácsok készültek, és nagyon boldog vagyok, hogy még ez a hagyomány megvan Bátán, hiszen akik most nyertek mind a hatan, a következő év kalácssütőmesterei lesznek, tehát ők vezénylik le a közel 1000 főre a lakodalmas kalácssütését. Több izgalmas program zajlott még a nap során a Bátai Művelődési Házban a közösségépítő eseményen. Délelőtt a Bánki Kupa asztali teniszversenyre, délután pedig főzőversenyre várták a nevezőket, de immár negyedik alkalommal a Bátai Nemzetközi Pálinka és Párlatversenyt is megrendezték. Erre 760 nevezés érkezett az ország különböző pontjairól és a határon túlról is, kereskedelmi főzdéktől, bérfőzdéktől és magánfőzőktől egyaránt. Maga a versenynevezéseknek a bírálata a 11 asztalon zajlott. A 11 asztalon olyan pálinka bírálók voltak, akik egyrészt pálinka bírálógi végzettséggel bírnak, másrészt meg minden egyes asztalnál ki volt nevezve, hogy ki annál az asztalnál az asztalfőnök. Ez azt jelentette, hogy a hárman bíráltak egy asztalnál, és annak a függvényében, hogy ott milyen egyességre jutottak, alakult ki a végső sorrend. Ez a végső sorrend a mai nap folyamán a pódiumon, ahogy az eredményért is megtörtént, kiosztásra kerültek, kik lettek bronz, ezüst és aranyérmesek. Azon kívül ki lett az úgynevezett champion. A champion azt jelenti, hogy minden egyes kategória, 17 kategóriáról beszélünk, tehát most nem sorolnám végig, hogy alma, körte, stb. 17 kategóriában volt eredményhirdetés, tehát hogy kik az aranyérmesek. Ez a 17 aranyérmes körül lett kiválasztva a champion. Tehát ez a champion kategória. A nap folytatásában a színpadon olyan sztár fellépők is helyet kaptak, mint az Abba Sisters vagy Nótár Méri. Ha
és ennek a pesti bolta.